A napirendi pontok megtárgyalása előtt a jelenlévők egy perces néma felállással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt taktársaik emléke előtt. Mint F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a Kun Szövetség elnöke köszöntőjében elhangzott, az Egyesület hagyományőrző és értékteremtő munkája évről évre egyre határozottabb szerepet tölt be hazán kulturális életében, és biztosítja a nagykunok megmaradását a Kárpát-medencében. Az elnök részletesen ismertette a tavalyi évben végzett egyesületi munkát, melyet a Kiskun és Nagykun hagyományőrző tagok egyhangulag elfogadtak, épp úgy, mint a 2022. évi működésről és a gazdálkodásról szóló beszámolót, melyet Kuncsaba felügyelőbizottsági elnök ismertetett. Megszavazták a 2023. évi terveket is, amelyek között több fesztivál, könyvkiadás, támogatás is szerepel, és elfogadták a pénzügyi tervet is. A napirendek után Evkovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban megyei és országos elismerésben részesültek. A közgyűlés végén dr. Barta Júlia etnográfus mondta el, a kun miatyánkot.